üdvözlöm mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon, nálunk reggel van. Egész pontosan 9 óra 7 perc, a Lukaszt épp, hogy csak elvittem az iskolába. Nagyis ma péntek van mi nálunk, ugye ez a videó egy nappal előbb készül, most szombat van mi nálunk is, mikor ezt nézitek, úgy mint nálatok is, hogyha szombaton nézitek, nem ugye. Nem máshol fogunk ma elmenni, képzeld el, mint krokodilra fogunk vadászni. Ez ilyen érdekes videó lesz. A Gókoszton itt mi nálunk nincsenek krokodilok. Vannak krokodilok ugye Ausztráliában, vannak az édesvízű, vannak a sósvízű krokodilok. Itt feljebb éjszakon, de itt mi nálunk a Gókoszton nincsen. Utoljára tőlünk egy ilyen fél órában van egy ilyen helység fél órára mi tőlünk. 1914-ben vagy 5-ben találtak egy darab krokodilt, amit kifogtak, azóta, hogy nem találtak krokodilt itt mi nálunk, és tegnap előtt, most már ugye ez a videó később van, krokodilt találtak, és nem találtak, hanem valaki látott a vízbe. Le is filmezte, láttam a videót, de senki nem biztos benne, hogy ez krokodil volt, vagy nem. Ugyanis képzeld el, annyi volt a videó, hogy volt a víz, és valami kijött a vízből, mint egy krokodilnak a feje lett volna, ment, és vissza lement a víz alá. És ez fent volt az interneten, ben volt a hírekben, de senki nem tudja eldönteni, hogy krokodil volt vagy nem. Ez a krokodilt itt látták, itt filmezték le, ahova ki szoktam menni hajózni, képzeld el, ahova mindig kinek és megállok, hogy olyan szép csönd van, ahol volt az a sziget, nem volt, ahol van az a sziget, vagy a félsziget, ahol múltkor felfújtam a felfújatos csónakot, nem tudom, ki emlékszik rá, vagy ki nem, át akartam ugye menni. Na, azon a részen volt a krokodil, hogyha krokodil volt. Valaki azt mondta, hogy nem krokodil, ez csak valami farönk, ami feljött, meg vissza lesüllyedt. Valaki azt mondta, hogy ugye vannak ezek a nagyobb, ezek a guanák, vagy hogy hívják azok a nagy gyikok. Lehet, hogy az volt, az kért és lement. Ami múltkor az a gyik, képzeld el, benn volt a hírekben az is, egy kisgyereket meg akart enni, ilyen hatalmas nagy gyik, ráugrott és meg akarta enni, de ez emberek leszették róla. Az is ott volt a szigetem. Úgyhogy nem tudom, hogy mi történik itt mindenünk mostanában, de. Úgyhogy krokodilra fogunk varázni, legalábbis elmenni és megnézni, hogy egyáltalán ott van-e, vagy nincs, vagy látjuk-e, vagy nem. Hogyha látjuk, akkor le fogom filmezni, és be lesz a hírekben mindenhol, az biztos. Ugyanis, na mindegy, próbálom megtalálni, vagy megkeresni. Először én sem akartam elhinni, de látta a videót, nem tudom, megpróbálom megmutatni a videót, hogyha megtalálom. Az volt az érdekes, hogy fenn volt, képzeld el, ilyen híroldalon, rendes híroldalon, a 9-es csatornának a híroldalán, és valami oknál fogva másnap eltűnt. Keresem, és sehol, de sehol nem találom. Ugye, és először megnéztem, gondoltam, hogy majd lementem másnap, ugye bevágom ide a videóba, beszélkeztem, hogy mindenki lássa, és egyszerűen sehol, de sehol nem találom a videót. Valahol megpróbálok még utána nézni, rákeresni, bár rákerestem mindenhol, és nincsen, nem tudom. De ha megtalálom, akkor ide beszélkeztem, és meg tudom nektek mutatni. Amúgy a múltkor ugye nem más csináltunk, mint élő adást, ilyen élő vlogos adást, és kérdeztem tőletek, hogy hogy tetszik, hogy nem tetszik, amúgy itt van a Davis is. Ez a szervusz. Ja, reggel korán jégtémet eszték. Eszünk, mi? Mit nézel? Ma nincs óvoda. Ma nincs óvoda, és ugye itthon van. De apukámmal megyek amúgy hajózni. Apukám nem hiszem, hogy még tudja, hogy mire fogunk varászni, vagy mit fogunk keresni. De, na mindegy. Olyan élő vlogos adás lehet, hogy lesz még a jövőben, lehet, hogy nem, ugyanis sokan írtátok, hogy nagyon jó volt, sokan írtátok, hogy unalmas volt, de olyan volt, amilyen volt. Aztán kérdésre szeretnék válaszolni. A Davis elment nézni játékokat, és többen írtátok, hogy szegény gyereknek nem veszel semmit se, mindig csak hajót veszel, de a gyereknek egy csokit se. Veszek a gyerekeknek csokit, játékot is veszek, de nem minden alkalommal, ugyanis minden alkalommal nem lehet venni csokit, meg játékot, mindenféle fajta dolgot. Amúgy csoki van nagyon-nagyon sok itthon, és nem fogy el. Még van Mikulás is, a Mikulásról nem fogy el. Tehát minden alkalommal azért venni új csokit meg csokit, mikor még van itthon butaság. Amúgy kaptak jégkrémet, hogyha látta valaki, nem csokit, de jégkrémet. Meg mindig azért kapnak ilyen kisebb, nagyobb dolgokat. De nem minden alkalommal. Tehát majd hetszer ezek a gyerekek felnőnek, vagy ti felnőttök, meg fogjátok tudni, hogy hogy működik az élet, és a gyerekeknek nem veszünk meg mindent, mert az butaság lenne. Na minden. Úgyhogy csak gondoltam, hogy megemlítem, mert ilyen sok buta beszólások voltak, láttam. De... nem tudom, mit akartam? Ja, átöltözni. Nem is tudom, hogy itt a ruhám. Látod, itt a szép gatyám. Úgyhogy elmegyünk és vonászunk krokodilra. Amúgy a héten majdnem vettem hajót, de mégsem vettem, ugye sem jött össze az üzlet. Mert az történt, találtam egy nagyon csúnya hajót, amit nagyon jól meg lehetne csinálni. És az történt, hogy az illetőnek az apukája meghalt.
jó most már jó pár hónappal ezelőtt, el akarta nekem adni a fia a hajót, mert úgy volt, hogy én megveszem el minden, és nem volt átírva az apukának a nevéről az ő nevére, tehát nem tudtam ezért megvenni. Úgyhogy most az ügyvéd próbálja intézni a papírokat, amint a papírok elintéződnek, talán meg tudom venni a hajót. Elég jó áram volt, nagyon koszos volt, nagyon rossz állapotban volt, de nagyon szép dolgot lehetne belőle csinálni, amit én ugye szeretek. Az én hajóm még mindig megvan. Azt mondta az illető, aki megvette, hogy majd február közepe körül jön érte, úgyhogy addig tudom használni, aminek nagyon örülök. Nézd, milyen a fölsőm. Látod, kezd kikopni, kell menni egy újat. Na ugye, most átöltözök, felveszük a pukámat, aztán megyünk krokodilra vadászni. Elindultam, szépen süt a nap, 32 fok van jelenleg, 9 óra 30 perc van, és azt mondták, hogy ez a januári volt a legeslegmelegebb, már nem tudom mióta, nem is legmelegebb, legszárazabb január nagyon régóta, ugyanis nem esett az eső, a megszokottnál jóval melegebb van, a víz melegebb a megszokottnál, és azt mondták, hogy ha krokodil is, akkor valószínűleg azért, mert a víz ugye melegebb a megszokottnál, és lejjebb jött, vagy jöttek, de a krokodilok nagyon messze vannak innét mi tőlünk, úgyhogy nem tudom, hogy miért jött volna le végül is egy darab krokodil ide mi hozzánk, de nem tudom. Lehet, hogy valaki elengedte valahonnét, aztán lehet, hogy nem is krokodil. Na mindegy, remélem, hogy látunk egyet. És megérkeztünk. Onnét jöttünk. A krokodilt képzeld el, megmutatom, hogy látták. Ezen a részen, itt ezen a part részen valahol itt, itt a játszótér felett, itt van egy ilyen játszótér, ott van apukám, itt van egy ilyen játszótér, ahol ugye ki lehet jönni erre a szigetre, és ezen a játszótéren körülbelül képzeld el, egy, most már kettő héttel ezelőtt volt az a nagy gyík, ez a guna, ez a, megtámadott egy gyereket, és meg akart tenni, így ráugrott, nem az, hogy ráugrott, oda ment hozzá, és elkezdte a szájából ugye megharapni. És nem tudom, körülbelül azt mondta, hogy egy pár embernek tartott, hogy leszedni ezt a nagy gyíkot a gyerekről, elvitték ugye kórházba, amúgy nem lett semmi olyan a gyereknek. Ezek a gyíkok elég nagyok, tehát ilyen jó pár méter erre meg tudnak ugye nőni, és ez a sziget van. Általában nem támadnak ezek a gyíkok, a gyerek nem is bántotta, semmit nem csinált vele, nem tudom, hogy miért akarta megenni, de a krokodilt pedig azon a részén látták. De most kiszállunk, körbenézünk, és hogyha látunk valamit, akkor lefilmezzük. Várja, próbálok nem kiesni. Hajót már kikötöttük. Várja. Apukám elment befele. Ha látok egy ilyen gyíkot, azt is megmutatom. Általában nem szoktak ide közel jönni ugye az emberekhez. Nem is tudom, hogy ez a gyíkon mi történt, miért jött annyira közel. A fán szoktak fent ülni. Ilyen jó, és úgy néz ki, hogy egy krokodil, lehet, hogy amúgy azt látták krokodil helyett, csak egy ilyen nagyobbra nőtt valamit, gyikot. Én nem tudom, a távol volt, tehát úgy közítettek rá, bár nem tudom. Na mindegy, egy elég nagyra meg tud nőni, meg nem hoztam cipőt, oda néz. Én most nézem a fa tetejét, nagy véletlen rajt üljön valahol, aztán rámessen. Van le, hogy akkor a gyik rá esne. Szerintem kis törni a nyakadot. Várjál, hol van apukám? Elment. Ott hagytam a cipőmet, el kellett volna hozni, pedig amúgy itt van minden játszótér, szemetes. Meg lehet itt állni, enni, inni, amit csak ugye akarsz. Van itt sok hajó, meg most nincs itt senki. Karácsonykor rettentő sokan voltak, ugye? Sétálunk, de krokodilt még eddig nem láttunk. Meg olyan gyikot sem. Most megyek visszafelé a hajó felé. Néztem a vizet. Apukám is nézi, semmit nem látunk. Vagy ha van is, ugye nem azt jelenti, hogy ugyanazon a helyen van, lehet, hogy elment máshova, hogyha egyáltalán, ahogy mondtam, ugye krokodil. Vagy kijött a partra, és valahol bent bujkál itt a pozótósba, és arra vár, hogy mikor tud rám ugrani. Te. Ugye a homok elég meleg. Meg nem hoztam a cipőt, ahogy mondtam. Megértem átfutni rajta, égeti a talponat. Most valaki napozik a távolba, amit lehet kempingezni, ha van sátrad, lehet tüzet gyűjteni a helyeken. Hogy ugye nincsen megtiltva, attól függ, mennyire meleg van. A szárbusz látták krokodil? Nem. Akkor megyünk tovább. Reméljünk arra valószínű visszafele, lefele. Hát ha. Mert azt mondom, hogy annyi az esély, hogy mi találunk krokodilat, hogy sem ennyi. Te, bár csak én találnám meg, komolyan mondom. Ma biztos nem mennék közel menni hozzá. Akármilyen mekkora, pici, nagy. Meg ha gyikot is meglátnám, oda sem mernék oda menni hozzá. Rettentően félek ugye az ilyen dolgoktól. Na mindegy. Na
már a vízbe menjünk, vagy körbe menjünk. Én azt mondom, körbe menjek. Ki tudja, mi van ott a vízben. Na, visszajöttünk a hajóhoz. Egy-két-kettő csónak ide kikötve, hogyha valahol vannak itt ember, nem tudom, hogy hol. De nézd, ide van írva, mit lehet itt csinálni, meg mit nem. Mert lehet járkálni, sátrozni, úszni, de nem lehet inni a vízből, a kutyát nem lehet elengedni, vagy idehozni, és a madarakat nem lehet etetni. Az nincs odaírva, hogy a krokodilt se lehet etetni. Ez biztos, hogy megszabad. Megnézzük, hogy itt mi van fent. Megnézzük, mi van itt fent. Hát, ott van benne a krokodil valahol. Sose lehet tudni. Na, most kezd égetni a talpamat a homok mindjárt. Ez a lenti része nem olyan rossz, ugye oda feljön a víz, és eléggé... Új, de meleg itten. Na, kijöttem ide az árnyékosájra. Nincs itt semmi. Lehet, hogy valahol bennül a krokodil, te, ott benn. Még ide nem fogok bemenni. Nem azért, mert félek a krokodiltól, mert szerintem nincs itt krokodil. Bár sose lehet tudni, hogy mondtam, de a kígyótól igen. Eltől a nagy gyíktól. Bár ezek a nagy gyíkok inkább ezen a részen vannak. Fenn a fán. Nincs itt semmi. Na mindegy. Úgyhogy azt hiszem, hogy megyünk tovább. Beülünk a hajóba. Ami ez víz alatt szokott lenni néha, nézd. Hogyha nagyon-nagyon esik az eső, vagy feljön. Na más, mert nincs is rajtam cipő, úgyhogy azért sem akarok bemenni. Ki tudja, mi beláll valami a talpamba. Na menjünk! Végeztem a hajózással, képzeld el, haza is mentem, meg is borult fákoztam, mert nem tudom, mennyire lehet látni, meg nem. De... cápát, nem cápát. Krokodilt nem találtunk sehol se. Jelenleg itt vagyok, mutatom. Az iskolánál látod, a Lukasz iskolájánál várok. Nem sokára kijön, 3 óra, nézd, 1 perc van. Hol van, ott van, 30 fok. Kicsit leült a levegő, ugyanis van, hogy jön a felhő. Úgy néz, hogy esni fog az eső. Reméljük, hogy jég nem lesz, nem fogja megvenni az autót. Hazamegyünk most, ebédelünk, legalábbis Lukasz mondja, majd ebédel. Én már megebédeltem, meg az egész családod, Évisz is, feleségem is. Korábban ettünk, úgyis éhes voltam. Kimész hajózni, hajózás után mindig egy kicsit éhes vagy, nem tudom, legalábbis én. Na mindegy. Ott jön a Lukasz. Megnézi, jön-e autó. Nem jön autó. Én egy autót megettem. Na szerb. Na, hello. Na, miért? Semmi. Milyen volt az iskola? Az első hét vége. Jó. A nyári szünet után. A Lukasznek ez az utolsó éve. Ugyanis nálunk az általános iskola az 6 év, a középiskola meg megint 6 év. Úgyhogy jövőre a Lukasz megy a high schoolba, a középiskolába. Várod? Nem. Nem megy a... Na ide, ezt utána meg ugye megy, nem tudom, hogy mit, tovább tanulni valahova. Én akarok menni a hova? University, az de kell fizetni sokat tanulni. Ja, de mit akarsz tanulni? Én nem tudom. Na, majd kitaláljuk. Na, közben megérkeztünk, úgyhogy most elvédenünk. Na, szervus! Szervus! Na, mit teszel? Milyen jégkrém? Csokis. Vagy? Csokis vagy? Ja, de van megfagyva, szóval... Mi van? Nagyon van megfagyva, nem ja, tudom. Ja, meg van fagyva. Szerintem. Na, ne, kiszerítsd a csokis fagyit vagy jégkrémet. Én nem. Én inkább a... Hogyha meg is eszem a... Minek hívják? Az epres vagy a málásat. Szeretem, bár annyira ugye én nem szoktam enni. Csak nézem ezt a felhős időt. Nem jött. Pedig annyira elkezdett felhősödni, azt hittem, hogy ide fog érezni nagy vihar vagy ásra, aztán így szépen elmentek. Csöpögött itt ott egy picikét, aztán semmi se. Na mindegy. Legalább majd megint tudunk menni hajózni talán holnap. Bár most már próbáltam olyan sok hajós videót készíteni, ugyanis többen mondták, hogy most már kezdek unalmasak lenni ezek a hajós videók. Tudom, hogy mindig kapok kommenteket, hogy most már kezd ez unalmas lenni, aztán mások írják, hogy nem ezek hajós videók, nem unalmasak, mert sokkal jobbak, mint a másikak. Na mindegy. Úgyhogy nem sokára jön a tél, mert nem csak a tél, mert a hajót ugye eladtam, és el fogják vinni, hogyha minden igaz, így február közepe, vége felé. Eddig új hajót még nem találtam, ugyanis ez a hajó, amit néztem, amit mondtam korábban, mondtam reggel? Nem tudom, reggel még olyan álmos voltam, azt mondtam, hogy mondtam azt a hajót, amit találtam. Az előbb beszéltem az emberrel, aki el akarta adni, és... Úgy érzi, hogy semmi nem lesz belőle, mert azt mondta, hogy jó pár hónapban vele fog ezt tenni, lehet, hogy egy évben mire megpróbálja átírni a nevére. Hogy miért ilyen sok időben, nem tudom. Úgyhogy azt mondom, azt a hajót elfelejtjük, és nézek valami mást. Eddig olyan hajót még nem találtam, ami úgy nagyon tetszett volna.
meg árba elfogadható lenne, úgyhogy addig még mindig nézegetek. Hogyha ezt a hajót elviszik, utána ugye a kikötőt azt visszaadom, mert nem fogom fizetni, mert nincsen hajó, és hogyha valaki addig kiveszi, akkor meg nem lesz kikötő. Úgyhogy eddig még jelenleg van 9 napom, hogy találjak egy másik hajót, hogy meg tudjam tartani a kikötőt. Hogy a 9 nap alatt nem találok egy másik hajót, amit meg tudok ugye venni, hogyha nem is állítom be a kikötőbe, ugye, ha 9 napig nem találok, akkor utána vissza kell, hogy adjam a kikötőt. Legalábbis nem azt vissza kell adni, mert február végig megtarthatom, csak előtte 4 héttel körülbelül kell szólni, hogy ugye nem kell a kikötő, ez a szabály. Na mindegy, ma meglátjuk. Ha más nem, akkor majd télre, vagy őszre veszünk egy hajót. Amint találok, azt lehet, hogy egy olyan hajót veszek, amit nem is tudok beállítani a kikötőbe, legalábbis nem ebbe, és nem tudom, lehet, hogy a vízen hagyjuk. Majd látjuk. Na mindegy. Csak besztek összeviszi a hajós dolgokat. Úgyhogy ezt a mai videót én most befejezem, ugye semmi érdekeset nem fogunk csinálni. Lehet, hogy elmegyünk meglátogatni a szüleimet. Majd meglátjuk, most jelenleg mindenki fagyit eszik. Ilyen csokisat ebéd után. Na, úgyhogy mára ennyit. Nektek további szép napot. Jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni. Attól függ, hogy mikor néztek, ott szoktam mondani. Sziasztok!